15 sportszervezetben 1450, köztük 420 lány igazolt kosárlabdázó van a megyében. Az ősszel újjászervezett megyei szövetség a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által indított programokhoz csatlakozva igyekszik mindent megtenni azért, hogy ez a szám tovább növekedjen. A megyei Diáksportszövetséggel és az MKOS-szel közösen a tavalyi év végén ősszel a Sport legyen a tiéd program keretében több sportfelszerelést, sporteszközt sikerült kivinni a megye különböző településeire, itt Demecsertől Fejérgyarmaton át egészen Vásárosnaményig. Több település kapott palánkot, a iskolába kosárlabdát, sportfelszereléseket, amit nyilván a megyei szövetség munkatársai vittek ki a Diáksportszövetség képviselőivel együtt, illetve ehhez csatlakoztak még fiatal utánpótláskorú játékosok, akik ott nyilván a kosárlabda szépségét próbálták bemutatni a jelenlévő gyerekeknek. Ezáltal is nyilván generálva azt, hogy egyre többen ismerkedjenek meg a kosárlabdával, és egyre többen forduljanak el nagyszerű sporták felé. A 2015-2016-os bajnoki szezonban mintegy 300 millió forint TAO támogatás érkezik a megyébe. Az MKOS feltételekhez köti a kérelmek elbírálását. Nyíregyházán éppen ezért együttműködési megállapodást kötöttek az érintett sportszervezetek. Ebben vállalták azt, hogy az általuk nevelt utánpótláskorú játékosok folyamatosan versenyeztetve vannak, amennyiben nem tudják versenyeztetni, ugye őket a fejlődésük érdekében továbbadják azon sportszervezeteknek, akik a különböző korosztályos bajnokságban indítanak csapatot, és egy ilyen együttműködési megállapodás az alapja, és az ebben foglaltak betartása az alapja annak, hogy az MKOS a TAO támogatást odaítélje ezen sportszervezeteknek. Ez úgy látszik, hogy működik, sokkal jobban és egységesen, sokkal jobban összekovácsolja a sportszervezeteket, egységesebbé teszi a működésüket, legalábbis itt most városi szinten. Az elnök elmondta, szeretnék, ha mind a férfi, mind a női szakákban felépülne egy piramis, azaz a legalacsonyabb szintől a legmagasabb osztályig lennének csapatai a megyének. Emellett rangos tornákat is szeretnének rendezni, tavasszal például Nyíregyháza ad otthont a B33-as bajnokság 40 csapatot felvonultató regionális döntőjének.